többi, mert az pénzügyeket. És ha mindenki nyert egy tár, egy 2%-ot, úgy is ellenzik már, és nagyon sok, aki meg elvészített, hogy ezt azok bizonytalan. Mint a Grafónak benne több, hogy más évben ez már nem világos. Csalódottak pedig az emberek, vidéken nagyon nagy csalódottság van. Csalódottak, apatikusan. És inkább azt mondják, hogy nem mennek el. Igen, oda visszamegyek. Oda. És mi a véleménye a vidéken a cigánymérőzésről? Nem szeretem a cigányt. Ön mit tenne ezzel? Nem hezen, rendben van, beszéljünk másról. Ön hogy oldaná meg ezt a kérdést? Oktatással, képzéssel, empátiával. És ha ezt nem óhatják és nem vesznek benne részt, akkor... Mert azért valamit tenni kell saját magáért ennek a népnek, tehát népcsoportnak így van. Milyen népcsoportról beszél? Hát a romákról mondom, hogy őnek maguknak is kellene a felzárkóztatáshoz hozzá. Nem csak belepumpálni a pénzt, mert ez... Nincsenek általában. Igen. Vannak emberek, igen, akik bizonyos erőfeszítéseket tesznek azért, hogy jól éljenek, magyarok és romák. Vannak emberek, akik az erőfeszítés ellenére is pokolyan szegények maradnak, és vannak emberek, cigányok és nem cigányok, akik pedig a könnyebb utat választják. Ha egyetlen egy tisztességes roma ember van, már pedig annál sokkal-sokkal több van, akkor amit maga mond, az a világ legsértőbb. Ez nem általánosítani akarunk, hanem a bűnözőket kellene kirekeszteni. Nem a cigányokról beszélünk, hanem a bűnözőkről beszélünk. Bűnözőkről beszélünk, így van, akkor szükítsük a kört. Meg lépjen fel a törvény az erejére. Igen, mert ma valahogy úgy tűnik, hogy régebben se nem lépnek fel komolyan, tehát a büntető tételek eleve gyengék, elengedik őket szabadon, stb. Tehát pillanatokat, ha megnézi, egy hány gyilkosság történt, igen. Egy évben 150 gyilkosság történik, igen, Magyarországon körülbelül, ennek a száma nem változott az elmúlt 10 évben érdemben. Minden statisztika azt mutatja a világon, csak bele kell lapozni, hogy a büntetési tételek emelése nem változtatja meg a bűnözési hajlandóságot és a elkövetőt. Ami megváltoztatja, hogy nagyon gyorsan elkapják a bűnelkövetőt, hogy gyorsan ítélkeznek fölötte, azaz a büntetés az majdnem biztos, nincs esélye elmenekülni. Az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon régi módi és már sokszor cáfolt állítás, hogy a büntetési tételeket kell növelni. Mert például ezeket a hévvonalán is ellopják a vezetéket, stb. Ez terrorcselekménynek minősül tulajdonképpen, mert hát így van, hát nem az? Nem, ennek életveszélyes, például a vasút biztosításnak a felbontják a rendszerét. Hát azért ennek a cselekménynek a BTK-ban van egy minősítés, igen, az ügyvédő jobban tudja. Igen. Ez a közérdekű üzem megzavarása. Igen. Tehát azért van egy jogi rendszer, hogy abban megpróbáljunk pontosan fogalmazni. Ugyan mondom, nem szabad játszani a tűzzel. Elég sok baj van annélkül is, hogy elkezdjünk vakdalkozni. Elszántság kell hozzá, de azt gondolom kell az is hozzá, hogy kellő felelősséggel beszéljünk ilyen kérdésekről. Fölkorbácsolni a indulatokat. Az nem megoldás, az egyetértek. Nagyon könnyű. Utána haza is kell vinni az embereket. Örömtem, hogy